Amikor neked be kellett ülned az erődbe, és akkor azt hiszem, hogy 30 kilométered volt tesztelni? Bakonyán mentünk hivatalos baranyakupa teszten, és ott körülbelül annyi jutott. De jó volt, mert arra, amire kellett, hogy jó legyen, mert el sikerült jutni odáig, hogy amiről beszéltünk, hogy ugye nincs annyi tapasztalatom, meg rutinom, hogy én meg tudjam azt mondani, hogy mit kell állítani egy autón az alapján, amit érzek, de hála Istennek azért meg tudom érezni nagyjából, hogy most el tudom mondani, hogy mit érzek. És akkor arra reagálnak a szerelők állítással. És ott például Bakonyán az elejéhez képest a végére sikerült tényleg nem egy drasztikus, mert ugye már alapjában éve nagyon jól be volt állítva az autó az én akkori tudásomhoz képest, teljesen rendben volt. De még kezesebbé, meg még jobb indulatúbbá és még kiszámíthatóbbá tudtuk tenni azokkal a dolgokkal, hogy mentünk vele, és akkor beszéltem róla, meg próbáltam egyébként úgy kitalálni, hogy mit éreznék még szívesebben, és akkor a szerelők ezen állítással segítettek. Ilyenkor valamúgy utcai lehetőséged rendesen az autót megszokni, tehát mondjuk volt csapat, vagy autótulajdonos érdeke is az egyébként valamilyen szinten, hogy lehet, tehát nyilván minden kilométerre kopik ez az autó, és lehetőség szerint mindig kevesebbet kell vele menni, de azért az sem túl szerencsés, amikor mondjuk az első gyorsanőrzben először. Volt ilyen sokszor egyébként, mert párszor név nélkül valamikor az ember megkapja, hogy tesztelni fogunk esetleg a versenyt, és azt mondják, hogy az első gyorsan majd teszteltek. De jó, hát nincs ezzel gond egyébként, ezzel együtt tudni kell élni, mert hát ha visszanézzük így a magyar sporttörténelembe és így a rally perkekbe, akkor számtalanszor volt olyan Kisferinek, meg Turinak is, meg sok mindenkinek, akinek odahozták a kocsit a verseny napjára, áttolták a gépátvételen, aztán gyi. De volt rá persze sokszor példa a Mitsubishivel is, a Peugeotval is, amikor a Rosszor vagy az erőtösre is, hogy közúton az ember mehetett fel azért valamennyit, hogy azért mégiscsak hogy fékez, hogy vált, hogy rajta az autó, vagy hogy reagál egy kormánymozdulatra, az mondjuk egy brutális jelentett különbség bármilyen más autóhoz képest a Peugeot is az volt, meg az erőtösön is, hogy olyan szintű kormányreakciói vannak, meg olyan kanyarodó képessége, pláne az erőtnek, ami nem volt fogható semmihez. Tehát ilyeneket úgy nem árt egyébként egy picit mondjuk kipróbálni utcán az ember, hogy kicsit, hogy valamilyen szinten belakja, de hát mondjuk az a versenyhez képest az sehol nincs, de nem egy rossz dologja, az úgy nem árt. Hogyha van rá lehetőség, akkor. És az EVU, az mennyire volt érzékeny a beállításokra? Nagyon az is egyébként, tehát hogy ugye ott is többnyire Reinger futóművel mentem, kétfajta Mitsubishivel, tehát mind a kettő N-es volt, de ugye az egyik a Maricek Mikiék féle, Szavatek Zsolti főként, Szvatek Zsolt, Szvatek Krisztián által összeragott, felkészített autó volt, másik pedig a Tomzoli bácsi égféle ennes, és az is egy nagyon érzékeny autó volt a beállításaira, tehát gondolok itt arra, hogy 2-3 kattintásra már jelentős különbséget tudta előidézni az autó viselkedésébe az adott futóművön, de jó kocsik volt, tehát szerettem nagyon ennes Mitsubishivel menni, most is mennék bármikor, mert egy jó autónak tartom. Ami tudom, hogy sok ember számára kívülről nyugalmas valami, de hát azért az a lehet látványosan is közlekedni, meg egy nagyon gyors autó, egy jó kocsi, akármennyire is. Tényleg van más autó, ami sokkal könnyedebb, sokkal mozgékonyabb, ahhoz képest egy ilyen N-es Mitsubishi, ugye, ami ugye széria autóból épített versenyautó, az egy kicsit topább, meg nehézkesebb, meg nehezebb, de az egy jó autó. El tudnád magadat is verni a Zsigulival, hogyha Mitsubishi-ből ülnél? Szerintem nem.
Nem, mert sok, a Balázs Ecsi mondta egyszer azt, amikor Mitsubishi-ba jött a Lada után, hogy egyszerűen fölfogni nem tudja, hogy ezt hogy lehet megvárni Ladával. És ugyanez az én érzésem is, mert tényleg egy olyan autó már csak a rajtban, tehát az összkerékhajtása miatt, meg az ereje miatt, már csak a rajtban is olyat csinál, hogy az nem is szabadna tudni megverni Ladával, de néha sikerült. Melyik a kedvenc pályád, illetve a körülmények, ami... Aminek a rajtjába állok. Na most kedvencem. Kimondott kedvencem egy így konkrétan nincs, de nagyon-nagyon élvezem mindig, kiemelten élvezem, hogyha mehetek mondjuk a 70 helyi részén a meccsek rallinak bármelyik irányából, vagy Pécsvárad, Márévára nagyon nagy zobákkal is ugyanúgy, tehát irányát tekintve Pécsváradról, vagy fordítva is, de az a rész, akkor Fekedet is nagyon szeretem, Máinkát imádom, most a fehérvári gyorsok szempontjából ott az Röszlány kőhányás, vagy Csákberény pusztalám is egy szenzációs zseniális pálya, de attól függetlenül, hogy nem annyira veszhető tempós, egy nagyon-nagyon komoly pályának tartom, például az Agyvalóna szeredet is. Árpád tető az egy legenda, de igazából mindegy, csak az ember mehessen. Tehát tényleg nem félig vicc volt, de az ember törekszik rá, meg van benne tényleg erre ambíció, meg alázat, meg hajlandóság, akkor egyébként minden pályában meg fogsz tudni találni egy olyan dolgot, amitől tényleg mámorba érsz, hogyha úgy tudsz rajta menni, ahogy azt elképzelted, hogyha... Tehát önmagában, saját magad élménye szempontjából, ha már úgy sikerül megvalósítanod azt, amit te elképzeltél verseny közben, egy adott pályán, az már óriási élményt jelent. És minden pályának egyébként, ha nem is teljes egészében, de biztosan van olyan része, amire azt mondja az ember, ha sikerül ezt megvalósítani, hogy ez csodálatos volt. És körülmény? Mi a kedvenc? Hát ez egyébként úgy változó, mert van, amikor úgy vagyok vele, hogy legyen száraz, mert akkor ugye az autót akkor lehet a legdrasztikusabban használni, és az egy jó érzés. De mondjuk van, amikor meg mit tudom én, egy adott verseny után voltak nagyon extrém körülmények, tehát nagy eső, nagy sár, vagy valami, és éppen ott sikerült jól érvényesülni, akkor meg az emberben egy olyan érzés van, hogy akármennyire is bizonytalan ugye gumiválasztás szempontjából, meg nagyon sok minden más szempontjából is egy extrém körülmény, vagy egy nagy esőzés, vagy bármi, de ott jól sültek a dolgaid, akkor úgy megy vele, hogy basszus, elviekben megvan rá recept, akkor nem is lenne nagy baj, ha az lenne. Tehát például gondolok arra, hogy 2018-ban, amikor a Majcsek Miki féle Mitsubishivel indultunk Korfűn a sprinten teszt jelleggel, akkor óriási esőzés volt, de sikerült megnyerni abszolútban a versenyt sok mindenki előtt, amit nem számítottam arra, és nem gondoltam volna rá, de abban az extrém nagy esőzésben, hogy tényleg folyt a víz mindenhol, ott sikerült úgy autózni, meg egy olyan stílust, meg olyan felfogást előhúzni, ami működött. Tehát igazából ez is úgy vagyok, hogy nem engedheted meg magadnak azt, hogy te úgy döntsél, hogy te csak szárazon szeretsz menni, mert nem. Akkor leszel minden jobb, hogyha sokrétű vagy, és tudnod kell menni szinte bárhol. Tehát amilyen körülmény adódik, neked ott kell tudnod lenni a legjobbnak, nincs sírás, nincs rívás, meg nincs kényeskedés. Lehet, de azzal nem jutsz előrébb, meg azzal nem nyert versenyt. Mindenki azt látja, hogy egy baromi gyors kezű pilóta vagy, és bevállalós, de van olyan, hogy te is félsz, vagy megijedsz? Félni azt nem szoktam, mert arra gondolkodtam sokszor, ezen már én is meg kérdezték, meg beszélgettem sok mindenkivel ezekről a dolgokról. Félni azt nem szoktam, mert arra nem lenne szerintem idő. Tehát, hogyha lenne időt félni, akkor már lassú lennél, de az biztos, lehet, hogy van, aki egyáltalán nem érez semmit. Én inkább szorongásnak gondolnám, vagy mondanám néha. Tehát megijedni az ember többször megijed, én úgy gondolom, tehát egy adott szituációban hiába van lélek jelenléted, és hiába van cselekvő képességed, attól függetlenül, hogy váratlan dolog ér, olyan, amitől megijedsz, de megijedsz azért. Tehát lekezeled, megcsinálod, jó döntéseket hozol, de azért megijedsz. De viszont vannak olyan pillanatai a versenynek, amit így másodpercekre gondoljatok, de én szorongásnak hívnám, hogy amikor olyan kanyar kombinációt, vagy olyan részhez érsz, ami gyors nagyon, és tudod, hogy meg lehet, és a sikered érdekében meg kell csinálnod,
De viszont az életösztön, vagy nem tudom mi, az viszont két kézzel küzd ellen, hogy ezt ne csináld meg, és akkor ott úgy tényleg megerőszakolod magadat, hogy de tényleg hát ezt meg tudom, meg kell tudnom csinálni, még ha nem esik jól, akkor is. Aztán utána, amikor sikerült, akkor már egy nagyon jó, meg egy felszabadult érzés, meg igazából szerintem valamilyen formában az az adrenalin fröccs, amiért az ember ezt igazán csinálja, ami azt az extra pluszt adja. Félni szerintem nincs idő, de szorongni szoktam, tehát hogy szorongani. Azt azért néha előfordul, tehát azt bevallom, hogy azért vannak olyan szituációk, amikor meg olyan szakaszai a versenynek, amikor tényleg az embernek meg kell erőszakolnia magát ahhoz, hogy azt, amit elképzel gyorsnak, azt meg tudja valósítani. És amikor mondjuk megijedsz egy gyorsaságin, egy adott szituációban, akkor az le tud lassítani, vagy nem szabad, hogyha sikerül, akkor... Nem szabad, hogy... Tehát, ha nem sikerül, akkor sem szabad. De viszont, tehát, ha nem sikerül, és csak esetleg megforgás lesz a vége, vagy csak kicsúszás, és tudod folytatni, nem szabad, hogy megzavarjon olyan szinten. Hogyha meg sikerült lekezelned, akkor mindig úgy szoktam megpróbálni ezt fölfogni, hogy a majdnem beestem, az még nem beestem egyáltalán. Tehát attól függetlenül, te neked ott a 11 kilométeren, hogyha az ötödikben történik veled egy ilyen, akkor... Vagy ha minden egyes kilométeren történik egy ilyen, és sikerül összeszedned azt az autót úgy, akkor nem szabad, hogy kizökkentsen. Beszéljünk egy kicsit, vagy meséljünk egy kicsit a Peugeot kupás évről. Hogy jött az? Hogy tudtál átszokni az első kerekesre? Ja, hát igen, olyan szempontból érdekes volt, hogy soha nem versenyeztem előtte első kerékhajtású autóval. Utcán ugye olyanokkal közlekedtem, de azért az más. És hát hogy jött? Hát előző évben is már ugye egy elég komoly színvonalat képviselt ez a kupa. Akkor is gondolkodtunk benne, de akkor más az ott az élet, meg más választottunk. És 2019-ben az tűnt a legkézenfekvőbbnek, meg valamilyen szinten az akkori főtámogatónk is azt kérte, hogy ebbe a kupába próbálkozzunk meg. És akkor igazából így indult el. Amit meg utólag megélve egy nagyon-nagyon jó, meg szép élmény volt, mert tényleg a kupába olyan milliót kapsz, meg egy olyan környezetet, ami egy kicsit olyan... Tehát egy elég magas színvonalra emeli azt az egészet, mint környezetébe, mint pedig kiszolgálásába. Mint egy kis világbajnokságon lennél, tényleg úgy érzed magad, hogy ott egyen sátrak, egyen overállok, mérnökkel, stb. Tehát ez mind járt egyébként a Peugeot kupában való nevezéssel. És ugye effektíve egyenlő körülményekkel és jobbnál jobb pilotákkal. Tehát igazság szerint fejlődését tekintve az embernek az egy nagyon-nagyon-nagyon jó környezet volt. Meg egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tényleg a lehetőség szerint ott, amennyire lehet, a legtöbbet kihoz magadból, és a legtöbb fejlődést tudjál fölmutatni, vagy tudj elérni. Jó volt nagyon, ugye ott nagyon komoly csatákat sikerült vívni több mindenkivel, de hát főként kiemelve a Csomós Pixit, pláne vele. Úgyhogy én csak jó, szépként emlékszem rá, voltak ott az hibázásaim, ugye ott kétszer is elestem a Peugeot kupa alkalmával, egyszer a meccseken, egyszer meg Egerbe, de örülök nagyon egyébként, hogy mehettem egy ilyen autóval is, mert egy zseniális gép, amit egy Peugeotval meg lehet csinálni, most nyilván én a töredékét tudom, annak, hogy mit lehet még megcsinálni vele, de például az egy nagyon nagy élmény volt nekem, hogy ezt az autót, ezt lehet irányítani gázzal, kormánnyal és fékezéssel. Éppen szituációja határozza meg, hogy mikor melyiket kell használnod, de ez volt az első olyan autó, aminél ezt így ennyire kihangsúlyozottan éreztem, hogy tényleg a valószínűleg a súlyelosztása és a futómű kiképzése, meg a geometriája beállításai kapcsán, meg gondolom így tervezték meg a mérnökök, hogy ez ilyen legyen. Tényleg annyiféle módszerrel lehet ezzel kanyarodni, és az adott szituációhoz képest, ha te jót választasz, akkor annyira sok opció van arra kezelését tekintve, hogy te gyorsan tudjál vele fordulni, megállni, meg kigyorsítani, hogy bámulatos volt, zseniális. Tehát azt érezted abban az autóban, hogy az volt az első gyári versenyautó, amivel mehettem egyébként, és azt érezted abban az autóban, hogy ez tényleg minden porcikájában arra van kitalálva, hogy ezzel gyorsan lehessen menni. És ez egy nagyon jó élmény, ez egy jó megtapasztalás egyébként. Most összehasonlítva a Forda, hogy most már mind a kettővel van tapasztalatod. Igen, most már a Fordon is van már egyre több. Hát most azért
azért kicsit undok dolog összehasonlítani a kettőt, mert ugye a Ford egy sokkal korszerűbb valami, de hát alulmaradt szegény Peugeot erejében is, nyomatékában is, meg kanyarodási képességében, meg sebességében is egyébként. Ezt el kell ismerni, hogy a Ford az már egy erősebb autó, nyomatékosabb autó, és egy Forddal most így a jelenlegi tudásom szerint gyorsabban tudsz fordulni. Tehát nagyobb sebességgel vagy képes kanyarodni, mint egy Peugeotval, az biztos. Meg talán azt mondom, hogy valamilyen szinten azért azok az alkonfékek, azok többet tudnak, mint az a Peugeotnak a Brembo-i talán. Bár, de mondjuk az a legkisebb különbség a két autó között, így érzésem szerint. A legfőbb különbség az ereje, meg a futóműnek a képességei. Honnan jött a Ford? Arról mesélj. Miért a Ford? Volt Peugeot-s opciónk is, meg volt Ford-os opciónk is, és a Peugeot-s opciónk az nem úgy alakult, ahogy terveztük, vagy élhető lett volna, és azért mindenképpen úgy voltunk vele, hogy akkor a Ford is lehetőségképpen volt, és lett a Ford, amit egyáltalán nem bántam meg. Azért is tartom jónak, mert ezt a Fordot, ugye ez most a jelenleg elérhető legkorszerűbb technika volt, legalábbis akkor, és új. Tehát az is egy nagyon nagy dolog azért egy olyan lehetőséget kapni, meg nagy dolog megélni is, hogy azért, ha belegondolsz, akkor alá tesznek egy olyan 0 km-es autót, amit nem az M-Sport rakott össze, de az M-Sport gondolt ki, hogy az hogy lenne jó. Tehát egy olyan szintű cég, meg egy olyan szintű vállalat, és olyan szintű szakemberek. És te lehetsz az, aki elsőként egy ilyen gyári autóval mehetsz, és ezt használhatod. Ez nagy dolog azért.